Legjobb esetben az ötödik lehet a bajnokság végén a Hatabróni Győr a női kosárlabda NB1-ben. A zöldfehérek ugyanis a negyed döntő második meccsén is kikaptak a Pink 4-24-től. A szombati találkozót gyakorlatilag már a nagyszünetre eldöntötték a vendégek, hiszen már ekkor 10 ponttal vezettek. A magabiztos előnyt végig tartották a komlói pécsiek, így 61-44-es győzelmet arattak. A Hatagróni Győr így az 5.-8. hely valamelyikéért küzdhet tovább. A folytatásra nem is kell sokat várni, szerdán 18 órakor a 8. helyezett MTK-val csatáznak Laklóték. A két csapat a győriek számára a Csonka alapszaka során kétszer találkozott egymással, akkor mindkét mérkőzésen zöld-fehér siker született. Előbb december elején hazai pályán 77-73-as, majd január elején a fővárosban 76-48-as. A két együttes között, ha nem is szakadéknyi a különbség, de a mérleg nyelve a Bence lányok felé billen, vagyis a papírforma szerint győzniük kell. A párharc két győztes meccsig tart, ezután játszanak a zöldfehérek az 5.-6. helyért. A szerda este 18 órakor kezdődő összecsapás előtt a klub szurkolói ankétra várja a drukkereket, a magvasi VIP termében 17:30-ra. A találkozón Füzi András társadalmi elnök ad betekintést az együttes mindennapjaiba, és beszél a jövőbeli tervekről is.